Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják június 2. napján, hétfőn. Köszöntöm nézőinket! Mai összefoglalónkban egyebek mellett foglalkozunk a kisebbségi társulási tanács ülésével és az élettani társaság ma kezdődött pécsi vándorgyűlésével. Utána jártunk, hogy miként érintheti a társasházban élőket itt Pécset az őszre tervezett törvénymódosítás, és megnézzük azt is, hogy hogyan áll a Tettyei szabadtéri színpad felújítása. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Az elméleti orvostudomány területén az egyik legrangosabb hazai eseménynek számítanak a Magyar Élettani Társaság rendszeres vándorgyűlései. A ma kezdődött háromnapos konferencia előadásainak az Egyetem Általános Orvostudományi Kara ad otthont. Az 1920-as évek végén Szentgyörgyi Albert professzor vetette fel először egy az elméleti orvostudománnyal foglalkozó vándorgyűlés gondolatát. A javaslatot hamarosan Tett követte, és így 1931-ben már megtartották a Magyar Élettani Társaság első vándorgyűlését. Az azóta eltelt évtizedek során már 14-szer adott otthon Pécs a rangos rendezvénynek, amelyet 2003-ban is városunkban tartanak. A keringés, légzés, veseműködés, csomó más szakmának az alapjait itt tárgyaljuk meg, és akiket részt vennek, ezek mind kísérleti munkát végző emberek, akár emberen végzett megfigyelések, nyilván nem kísérletet mondanék, akár pedig állatkísérletes megfigyeléseket végeznek, sőt, újabban egyre inkább már szöveteket, sejteket, sőt, csatornákat, ioncsatornákat vizsgálnak a kutatók. Minden esztendőben a vendéglátók választják meg a konferencia központi témáját. Ezúttal az Általános Orvostudományi Kar Kórélettani Intézete két nemzetközi szaktekintélyt hívott meg a tanácskozásra. Ők a hőreguláció témakörében tartottak előadásokat. Egyikük egy Svédországban élő angol professzorasszony, másik pedig egy dél-afrikai születésű kolléga, akik hát két nagyon izgalmas kérdésről fognak beszélni, csak példaként említem az egyiket. Egy olyan fehérje létezik a szervezetünkben, amelyik bizonyos körülmények között szándékosan lebontja az anyagokat és hővé alakítja át. A mechanikában ezt rossz hatásfoknak hívnánk, itt viszont szándékosan ebből a célból történik egy bizonyos uncoupling protein, tehát szétkapcsoló fehérje, hővé alakítja a lebontott energia nagy részét, és ennek az a célja, hogy például hideg környezetben, húszszülött állatokban, amire kimutatták, a testhőmérséklet állandó szinten tartásának egy nagyon fontos eszköze lehet ennek a fehérjének a jó működése. A hagyományokhoz híven a vándorgyűlés anyaga ezúttal is megjelenik egy összefoglaló gyűjteménybe, melyet a háromnapos konferencia végén valamennyi résztvevő megkap majd. Kihirdették a Pécs Baranya Közbiztonsági Alapítvány által kiírt pályázat eredményeit. A rendőrséggel jó kapcsolatban álló közhasznú szervezet elsősorban az általános és középiskolások pályaműveit várta. Mit tenne a bűnözés megakadályozása és csökkentése érdekében? Mit tenne a közlekedési morál javítása érdekében? Mit vár ön a rendőrségtől? Ilyen és ehhez hasonló témakörökben vártak pályaműveket a Baranya megyeiben élőktől, általános és középiskolásoktól a Pécs Baranya Közbiztonsági Alapítvány munkatársai. A harmadik éve működő közhasznú szervezet a fiatalokkal és a megyében élőkkel folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az alapítvány a gördülékeny kommunikáció segítségével olyan információk birtokába jut, ami megkönnyítheti a rendőrök mindennapi munkavégzését, de a résztvevők is megismerik a rendőrség mindennapjait. A pályázat célja az, hogy a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány kuratóriuma tulajdonképpen egyfajta meggyőződést is szerezzen arról, hogy a mai fiatalok a középiskolákban, illetőleg a gimnáziumokban, általános iskolákban, felsőbb osztályban tanulóknak milyen elképzeléseik vannak arról, mint elsősorban érintettek, hogy a drogfogyasztásnak, az autólopásoknak a megakadályozása érdekében a rendőrségnek milyen feladatai vannak. Én úgy gondolom, hogy a mai magyar rendőrség nem lehet abban a helyzetben, hogy egyfajta visszacsatolást ne kapjon arról, hogy hogyan gondolkodnak a fiatalok magáról a rendőrségről, hogyan gondolkodnak a rendőrségi munkáról, tehát mindenképpen gazdagodott a rendőrség. Gazdagodtak a fiatalok azért, mert egyszerűen elgondolkoznak, el kellett gondolkozniuk azon, hogy vajon miben áll ma
a nehézség, a közbiztonság megteremtése érdekében az a munka, amit a rendőrség végez. A megyében élő lakók részére kiírt pályázatok közül a Bicsérdi Polgárőr Egyesület dolgozatát találták a legjobbnak az alapítvány munkatársai. Az általános és középiskolások közül az Apácai Csere János iskola diákjai oldották meg legjobban a feladatot. A hétfő ünnepen sor került a Pécsi Rendőrkapitányság Zsebes projektjében résztvevő diákok megjutalmazására is. A diákok együtt járőröztek a rendőrökkel, sőt bűncselekményt is meghiúsítottak. A Kertvárosi Szakközépiskola, az Árpád Fejedelem Gimnázium és a Pollák Mihály Szakközépiskola tanulói kalandokkal, élményekkel gazdagabban várják a következő, ehhez hasonló akciót. A rendőrökkel együtt járőröztünk, ez egy olyan élmény volt számunkra, mintha mi is rendőrök lehettünk volna abban az időben. Rengeteg újat tanultunk, de van még tanulni valónk, azt hiszem. Hát úgy figyeljük tényleg azokat az embereket, akik gyanúsá válnak, és még jobban sasszemként kell figyelnünk. Nagyon tetszett, és jövőre is fogom folytatni, azt hiszem. És mindenkit arra bíztatok, hogy nyugodtan jelentkezzem, mert legizgalmas. Most kommunikációs szak, amire szeretnék tovább menni, de anyukám azt mondta, hogy miért nem megyek el rendőrséghez sajtóreferensnek, és most ezen gondolkodok. A gondolkodás pedig már jó út afelé, hogy a társadalom legifjabb tagjai megértsék a Baranya megyei rendőrfőkapitánysági elmondatát. Mi azért dolgozunk, hogy ön biztonságban éljen. Diszkriminációnak érzik, és ezért visszautasítják a felkérést azok a Pécset működő kisebbségi önkormányzatok, amelyek nem kaptak lehetőséget az önálló bemutatkozásra a köztársasági elnök jövő heti látogatásán. Mádl Ferenc a négy legnagyobb kisebbségi önkormányzat képviselőjét, illetve a többiek nevében a közgyűlés kisebbségi tanácsnokát kérte fel a bemutatkozásra. A kisebbségi társulási tanács az ősszel megválasztott 9 kisebbségi önkormányzat egy-egy képviselőjét, valamint a közgyűlés kisebbségi tanácsnokát tömöríti. Célja a közös programok összehangolása és a városi közgyűlés, illetve a kisebbségi önkormányzatok közötti kapcsolat ápolása. A testület hétfői soros ülésén 2 napirendi pontról tárgyalt. Az egyik a város ünnepére való felkészülés egyében javaslatokat kérünk és teszünk a város kitüntetéseire, alapvetően a kisebbségi díjra, hiszen ez a társulási tanácsnak az egyik feladata is lesz. Másik fontos feladatunk, hogy az a megtiszteltetés éri városunkat jövő héten, hogy ide látogat a köztársasági elnök úr. Mádl Ferenc titkársága azt kérte, hogy 11-én szeretne találkozni a legnagyobb pécsi kisebbségi önkormányzat vezetőkkel, illetve a kisebbségi tanácsnokkal. Ennek a tanácskozásnak az előkészületeit tűzzük ma napirendre. Az elnöki látogatás megosztotta a testület tagjait. A cigány, a német, a horvát és a szerb kisebbségi önkormányzat természetesen örömmel vette az önálló bemutatkozás lehetőségét, ám az önálló prezentációra fel nem kért 5 nemzetiségi testület elzárkózott a lehetőségtől. A tanácskozáson jelenlévő bolgár és lengyel önkormányzat képviselőinek egyöntetű véleménye szerint a bemutatkozási lehetőség megmondása diszkriminatív, megkülönbözteti a nagy lélekszámú és a kisebb nemzetiségeket, akik nem önállóan, hanem a kisebbségi tanácsnok összefoglalójában mutathatják be eddigi tevékenységüket. Éppen ezért elzárkóztak a felkérés elől, amelyet a kisebbségek egyenlőségének megkérdőjelezéseként értékeltek. Kablár János kisebbségi tanácsnok elmondta, a városhoz nem érkezett kérdés a találkozó résztvevőivel kapcsolatban, így a közgyűlés javaslatot sem tehetett a meghívottak személyére. A tanácsnok a fennálló helyzetben a kisebbségek munkájának értékelése helyett az országosan egyedülálló társulási tanács működését mutatja majd be Mádl Ferencnek, aki egy általános tájékoztatót is kap a kisebbségek pécsi helyzetéről. Jó munkáról adhatunk számot a köztársasági elnök úrnak, hiszen a kisebbségek Pécset megbecsülést élveznek minden szinten, és nagy munkát végeznek a saját identitásuk fenntartása érdekében. A városi rendezvények szervezőinek minden esetben közterület használati szerződést kell kötniük a területek kezelőjével, a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő RT-vel. A történelmi belvárosban zajló rendezvényekre a PVVRT csak az Önkormányzat Kulturális Bizottságának egyetértő állásfoglalásával adhat ki engedélyt. A nyári időszakban Pécset számos fesztivál, kirakodóvásárok, koncertek és egyéb szabadtéri programok színesítik a város életét.
Felkapott helyszínek a Széchenyi és a Szent István tér, valamint a Nagy Lajos Király utcai parkoló. A közterület használat megszerzéséhez azonban engedélyeket kell beszerezniük a rendezvények szervezőinek. Az önkormányzat közgyűlésének 97-es évi 13-as rendelete foglalkozik a közterület használatával, amely egyértelműen leírja, hogy a közterület kezelője a PVV, tehát a részvénytársaságunk. Tehát mi adjuk ki a közterület használati engedélyeket. Külön kell választani az önkormányzat kulturális intézménye által szervezett rendezvényeket és az egyéb rendezvényeket, mivel hogy az önkormányzat által szervezett és intézménye által szervezett kulturális rendezvények, azok nem közterület használati engedély kötelesek, azt mi csak tudomásul veszük, és csak egy kezelői hozzájárulást adunk ki, térítésmentesen használhatják a területet. A tervezett egyéb rendezvényekhez, különösen amelyek a belvárosban zajlanának, szükséges az önkormányzat kulturális bizottsága beleegyező állásfoglalása, valamint a helyszínhez közeli közintézményekkel szükséges egyeztetni, hogy a szabadtéri esemény ne zavarja az intézmény esetleges benti programjait. Természetesen minden esetben, ahol a helyszínek kezelője nem, vagy csak részben a PVVRT, újabb engedélyek szükségeltetnek. Parkolók esetében a közlekedési és kommunális bizottság, valamint az üzemeltető beleegyezése szükséges, közutaknál a vagyonkezelő, illetve a megyei közútkezelő és a rendőrség engedélyezheti a rendezvényt. Ha a program hangosítással is jár, a hatósági főosztály engedélye szükséges, ha tűzijátékkal is, akkor a katasztrófa védelmi igazgatósághoz kell fordulni. A kérelmet lehetőség szerint 60 nappal a rendezvény kívánt időpontja előtt kell benyújtani. Persze ezt nagyon ritkán tartják be a rendezvény szervezők. Egyrészt a rendelet nem tudása lehet az oka, másrészt pedig vannak ilyen adhok jellegű rendezvények is, amiket esetleg még nem tudnak 60 nap előtte. Tehát ez viszont megnehezíti a mi dolgunkat is, mert akkor a körültekintő egyeztetések azok ugye a mi feladataink közé tartoznak, tehát akkor nekünk kell iparkodnunk, hogy hát minden engedély és minden hatóság és minden érintett szervezet tudja a rendezvényt, és a feladatait persze a rendezvény megtartását illetően. A közterület használati kérelmeket be lehet nyújtani a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő RT Buzatér 8/B szám alatti címére, vagy a Vásárcsarnok első emeletén működő vállalkozási divízióhoz. A közeljövőben több a lakásügyeket érintő jogszabály módosítását is tervezi a kormány. A társasházakat, a lakásszövetkezeteket, valamint a lakbért szabályozó törvények módosításairól várhatóan ősszel dönt az országgyűlés, és az új szabályok többségét már jövő januártól bevezetnék. A változások egy része ugyan javítja a társasházak kondícióját, de a törvény jelentős része változatlan marad, állítja a tervezet áttanulmányozását követően Nagy Emil, a Jókai Lakásszövetkezet elnöke. Eszerint például továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy akár egy személy is meggátolhatja az alapító okirat módosítását, és így az működés képtelenné válhat egy-egy társasház esetében. Az is fennakadást eredményezhet, hogy a jövőben a lakóközösség összehívásánál a meghívón meg kell nevezni a levezető elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjét, és még számos egyéb bürokratikus akadály nehezíti az ügyintézés menetét. Viszont egy kiemelkedő tervezetbe szereplő rész az, hogy jövőben az adós nem szökhet meg, ugyanis addig, amíg a közös képviselőtől nem visz igazolást, hogy nincs közös költség tartozása, addig a földhivatal nem fogja átírni a nevére a vevőnek. Ugyancsak egy ilyen változást jelent az is, hogy a közgyűlés összehívásánál meghívót kell küldeni, ez már megint egy költséget fog jelenteni. De hát ezek még tervezetek, tehát nem biztos, hogy a parlament így fogja jóvá hagyni. A módosítási javaslat tartalmazza azt is, hogy a társasház ügyeinek intézését, amennyiben azt egy vállalkozás veszi át, csak megfelelő végzettséggel rendelkező személy teheti. Ezt egyébként várhatóan 2005. január 1-től vezetik majd be. Több lesz az adminisztrációs munka, ami meg is kívánja azt, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkezők végezzék el, tehát ebben nehezíti, de biztonságot is ad egyúttal, hiszen ez ma már egy szakma, hiszen annyi jogi, pénzügyi, számviteli ismeretekkel kell rendelkezni, amit ez az új törvény meg fog követelni.
A társasházi törvény egyes kitételei további bonyodalmakhoz vezethetnek. Példaként említhető, hogy akár egy lakó is megakadályozhatja egy közösség döntéshozatalát. Van egy társasházban egy volt házfelügyelői lakás, ami jelenleg üresen áll, vagy laknak benne, és el akarja adni a társasház közösség. Ez azzal jár, hogy döntést kell hozni, és ehhez nem kell 100%-os döntés, kétharmados vagy feles is elég lenne, de ahhoz, hogy emiatt módosul az alapító okirat, ahhoz már 100%-os döntés kell, és ez akkor megvalósíthatatlan. Vagy egy tető ráépítést akar a társasház közösség, mert nagyon rossz állapotban van a tető, így ingyen végső soron vagy befizetés nélkül megoldhatná, hogy ott tetőt is kijavítják, ehhez is az alapító okirat miatt 100%-os döntés kell. És ezzel egy ember is meggátolhatja. Egyes információk szerint van olyan tulajdonos, aki beleegyezéséért milliós nagyságrendű összeget kér, különben nem járul hozzá a közösség által szorgalmazott átalakításhoz, és így megakadályozhat bármilyen döntéshozatalt. Hírösszefoglalónk után arról láthatnak majd riportot, hogy hol tartanak jelenleg a Tettyei szabadtéri színpad felújítási munkálatai. Most azonban az elmúlt hétvége és a mai nap további eseményeiről. Rövid híreink következnek. Június 12-e és 13-a között Pécs ad otthont a 6. falu konferenciának. Ebből az alkalomból hétfőn délután a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja tartott sajtótájékoztatót, amin elhangzott. Az idei konferencia középpontjában a vidéki Magyarország uniós csatlakozás előtti helyzetét fogják elemezni a résztvevők, sőt, a magyar mezőgazdaság legfontosabb kérdéseit is megvitatják a szakemberek. A sajtótájékoztatót könyvbemutatóval színesítették. Az érdeklődők Kovács Teréz Vidékfejlesztési Politika című most megjelent könyvével is megismerkedhettek. Hétfőn délelőtt a Bobita Bábszínházban köszöntötték a gyermeknapi ügyességi verseny győzteseit. A 23. megmérettetést a Praktiker Barkács Áruház szervezte, amin 14 pécsi óvoda dolgozói küzdöttek az elsőségért. Közülük az Anikó utcaiak győzedelmeskedtek, nekik Virt Gyula, az áruház igazgatója 70 000 forintról szóló vásárlási utalványt nyújtott át. A második Teleki Blanka utcai óvoda csapata 50 000, míg a harmadik helyezett Esztergár Lajos utcai óvoda 30 000 forintot utalvánnyal gazdagodott. Az ünnepi esemény megkoronázásaként a három intézménybe járó gyermekek a Bobita Bábszínház Tóth Ágas című előadását tekinthették meg. Befejeződött az eltolerancia program első képzési éve. Dr. Csepeli György, szociológus és politikai államtitkár részvételével került sor az ünnepélyes zárásra Pécsett a Gandhi gimnáziumban, ahol a pedagógiai kísérletben résztvevő szegedi és pécsi osztályok is megjelentek. A toleranciára nevelés fontos eszköze ez a modell, amelyet az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával a Kisebbségkutató Intézet, a Történelemtanárok Egylete, a Néprajzi Múzeum Roma Gyűjteménye, a Roma Sajtóközpont és a Roma Pécs közösen hozott létre. A program lényege, hogy az internet felhasználásával a történelemanyagot romológiai ismeretekkel kiegészítve megismertesse a nem roma középfokú intézményekben tanulókat a cigány kultúrával, illetve a roma származású tanulók megismerhessék elődeik életformáját. Ezáltal a két kultúra közelebb kerülhet egymáshoz, a programban résztvevők felnőtt korukra kevesebb előítélettel rendelkeznek majd. Az előzetes tervek szerint a 2005-2006-os tanévben az ország minden középiskolájában bevezetésre kerülhet a tananyag. Évek óta működik már városunkban az Aszmások Allergiások Baranyai Egyesülete, amely idén is szervezett aszmanapot, abból a célból, hogy az érintettek tisztában legyenek betegségükkel, ismerjék meg tüneteit, a terápia és a védekezés lehetséges módjait. A légúti allergiák világviszonylatban is egyre növekvő mértékben fordulnak elő,
nem kivétel ez alól megyénk, illetve városunk sem. A szakmai program keretében az érdeklődők a betegség felfedezéséről, gyógyítási módjairól, tünettanáról, terápiás lehetőségeiről hallhattak előadásokat, szerezhettek hasznos információkat. Bár a hivatalos gyermeknap május utolsó vasárnapja, a Juvita KHT családok átmeneti otthona június 1-én várta a gyerekeket Sándor utcai birtokán. Hogy félreértés ne essék, mosolynapnak keresztelték a programot, amelyre az otthon volt és jelenlegi lakóit, valamint támogatóikat hívták meg. Japán kardvívás bemutatóval, sportversennyel, arcfestéssel és kézműves foglalkozással csaltak mosolyt a résztvevők arcára. Az otthon 11 gyermek lakója közül az iskolás korúak meglepetéssel is készültek, a kis herceg meséjéből adtak elő részletet. A 2002. október 20-án megnyílott otthon ezen a vasárnapon betekintést engedett a mindennapokba is. A szervezők adománygyűjtő ládába várták a támogatásokat. A felajánlásokért cserébe az otthon lakói által készített kézműves produktumokból választhattak a látogatók. A műsor szereplői, valamint a kézműves foglalkozást tartók arcfestők mind-mind támogatásként ajánlották fel a mosolynapi részvételt. A vigadalmat a Kökörcsin együttes zárta. A tánc az érzelmek, a szenvedélyek megjelenítésének egyik legkifejezőbb eszköze. A Pécsi Művészeti Szakközépiskola végzős növendékei záró előadásukban arról győzték meg a közönséget, hogy stílustól, technikától függetlenül a testbeszéd ezen sajátos, varázslatos világában járatosak már, és mozdulataik, rezdüléseik a nézők soraiban is megértésre találnak. Mindez 5 év kemény munkájának, valamint a szakmai oktatás színvonalának és sokszínűségének az eredménye. Sokan emlékezhetnek még az egykori nyári színházi estékre, amikor a Tettyei Romok között a Káptalan utcai szabadtéri színpadon vagy a Barbakánban egész nyáron át színházi események zajlottak. A hangulatos szabadtéri esték most tovább folytatódhatnak. A pécsi nyári szabadtéri játékok az Anna udvari helyszín mellett a Tettyével bővül, ahol a falak rendbetétele után elkészült az új nézőtér is. Újra nézőtér magasodik a Tettyei Romok között. A falak megerősítése és biztonságossá tétele után elfoglalta helyét a könnyű szerkezetű nézőtér, mely a Pécsi Országos Színházi Találkozó és a Pécsi Szabadtéri Nyári Játékok helyszínéül szolgál majd. 276 fős a belátó, 50 cm-es osztásokban vannak az ülések benne, és sortávolság a 850 mm, a lépcsődés az pedig 30 mm. 300 mm, bocsánat. Valami hihetetlen gyorsan felhúzták ide, felépítették ezt a nézőteret. Most először lassan építettük fel, egyébként ennek a ideje, hogy felépítés az 4-5 óra. Most egy nap rá fog menni, sajnos. Itt kicsit molyolunk, javítgatunk rajta. Minden egyes ilyen belátónál vannak ilyen gyerekhibák, ezt most kiküszöbjük, és attól kezdve működött tökéletesen. Milyen érzés tulajdonképpen több mint egy évtized után újra egy nézőtéren állni a Tettyén? Hát fantasztikus. Egyrészt fiatalkorom gyönyörűsége volt. Nagyon sok jó darab, amit együtt csináltam Bagosi Lacival, Kimrével. És azt hiszem, hogy ez egy példás összefogás eredménye, ami eredményezte azt, hogy most arról lehet beszélni, hogy a Tettye ismét egyik nyári játszóhely lehet. Igazából még én azt hiszem, hogy talán szabadtéri nyári játékokról még úgy merész beszélni, de most már annak nevezzük. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a város vezetése mellé állt a dolognak, és fölismerte, hogy igenis nagyon kell Pécs városának egy szabadtéri játékok. Aztán a Pécsi Város Üzemelési és Vagyonkezelő RT és annak a vezérigazgatója Kelemen László úr, aki valami fantasztikus ember, és úgy állt mellé, hogy tényleg ezeket a várfalakat majdnem összedőltek,
helyrehozták, és hát egyáltalán Tetyét olyan állapotba hozták a gyilokjáróval, stb. Új nézőtérrel, hogy itt igazi színházat lehet megint csinálni. Aztán ide kell sorolnom a Pécsi Nemzeti Színházat, hisz minden egyes előadás azért koprodukcióba készül, mert ha ők nem lennének, akkor én azt hiszem, hogy még nem lehetne beszélni szintén nyárjátékokról, és hát én azt hiszem, hogy a Pécsi Horváth Színházat is ide sorolhatom, mert az nem csak az apparáttal, hanem teljes egészében ennek a játékok mögött van, és hát nem akarom kihagyni még a Pécsi Országos Színházi Találkozót, Zsimon Pistát, Jordán Tamást, akiknek szintén nagyon fontos volt, és ők pénzzel is beszálltak, hogy előadások tudjanak itt lenni. A Tetyei nézőteret június 5-én töltik meg először a nézők, a harmadik poszt nyitó napján, amikor is a színpadot a Rajkó zenekar avatja majd fel. Ennyi volt pont ma. Internetes honlapunkon és teletext oldalainkon további részleteket találhatnak témáinkról. Észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben is megtehetik, elérhetőségeinket a képernyőn látják. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a hírek hátterével, a pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várom önöket. Viszontlátásra!